Test és lélek második rovatunkban. Köszöntöm itt a stúdióban dr. Kolnágzit, a csecsemő és gyermekgyógyász nefrológust a Betesda Kórházból. Jó napot kívánok! És egy, én ugye problémának, nem tudom, hogy betegségnek is nevezhetjük a gyermekek, vagy inkább egy fennálló problémának ez a gyermekek éjszakai bepisülése. Igen, ez egy fennálló probléma, és egy elég gyakori gyermekkorban. Ugye általában a gyermekek 3 éves korukra már szobatiszták lesznek, és ezt követően hamarosan ágytiszták is. De ettől függetlenül az 5-6 éves korosztályú gyermekek körében 20%-ra tehető az ágyba vizelés aránya. Ez sok, és hogyha bocsánat, sok vagy kevés? Hát ez, a 20% ez sok. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a normális igazából. És a 8-10 éves korosztályban pedig ott már 10%-ra csökken ez az arány, és a 18 éveseknél ott pedig már 1%-ra csökken, de ott is fönnáll. 18? Így van. Létezik olyan? Sőt, hogy... vannak olyan adatok is, hogy felnőtt populációban is 2%-ra tehető ez az arány. Vannak országok, ahol elismerik ezt, hogy igenis ők ágyba vizelők, például az olaszok, ők náluk ez egy gyakori probléma, ugye eszünkbe jut a kiteregetett beérnemű az utcákon. Az okokra lehet tudni, nyilván vannak a klasszikus, a kézzelfogható problémák, és akkor vannak a nem kézzelfogható problémák. Igen, hát vannak az organikus okok, és vannak a pszichológiai okok. Általában mi az organikus okokat kell, hogy kizárjuk első körben. És ahhoz, hogy kizárjuk ezeket az okokat, vizsgálatokat kell végeznünk. Az elsődleges, amit el tudunk végeztetni a szülőkkel otthon, még mielőtt bekerülnének a rendelőkbe, az, hogy elvégeznek egy 24 órás vagy 48 órás folyadéknaplót, amiben a gyermekek pontosan bejelölik a szülők segítségével, hogy mikor mennyi folyadékot ittak, és mikor mennyi folyadékot ürítettek, vizeletet. Ebből nagyon-nagyon sok információ kiderül, például az, hogy mikor mennyit isznak a gyermekek, hogy este, délután kezdenek el többet iszogatni, és akkor nyilván az éjszaka fog kijönni, illetve milyen a hólyagkapacitás a gyermeknek, hogyha gyakran jár el és kevés vizeletet tud üríteni, akkor itt egy kis hólyagkapacitásról beszél, ami szintén egy probléma, mert éjszaka nem tudja tárolni a vizeletét ez a gyermek. Azt is egy problémaként lehet kezelni, hogyha mondjuk már egy 5-6 éves gyermekről beszélünk, ugye nyilván van, ami felébreszti őt éjszaka, tehát alapvetően az inger, vagy annak megérzése, vagy az ébredés, miért nem következik be ezt is nézik egyébként? Igen, igen, ez ugye egy érzés zavarnak a kialakulásának a hibája, nem alakul ki valamiért egy inger. Általában ezt az ADHD-s gyerekeknél szoktuk észlelni, a hiperaktív gyermekeknél, itt náluk 300, szinte minden harmadik gyermek ágyba vizel, úgyhogy ezt is tudjuk nézni, de nem, és kezelni is tudjuk, egy kicsit nehezebben, de ezt is tudjuk kezelni. Hogyan lehet kezelni ezt a problémát? Még visszatérnék arra, hogy nagyon-nagyon fontos, mikor bekerülnek a gyermekek a rendelőbe, hogy fölvegyük a pontos anamnézist a gyermektől és a szülőtől, hogy mi volt a születésnél, hogy volt esetleg hipoxiás károsodás a gyermeknél, mikor megszületett. Volt-e valami olyan betegség az elmúlt a gyermekkorban, ami fontos lehet számunkra? Az alvási apnoé is ezzel jár. Nagyon jó. Igen, az alvási apnoé egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye az apnoék alatt, mikor az oxigén hiány kialakul a szervezetben, ez stresszreakciót hoz létre a szervezetbe, és ezáltal egy fokozott vizelet kiválasztás jön létre, és nyilván növeli a vizelet mennyiséget éjszaka, és vizeléssel jár. A másik ugye az ormandula, hogyha nagyobb az ormandula, ekkor is egy hipoxiás, azt kell, hogy mondjam, hipoxiás rész időtartam alakul ki az alvásban, ami szintén egy stresszreakció és egy vizeletvesztéssel jár a későbbiekben. Nagyon fontos kideríteni, hogy a családban volt-e korábban, vagy a felmenők között az, aki a bepisil. Például, hogyha az egyik szülő bepisilt gyermekkorában, 40% az esély a gyermekének, hogy bepisilős lesz, illetve ha mindkét szülő, akkor 70%-ra emelkedik ez az arány, ez rendkívül magas, de ezzel tudunk dolgozni ezzel a problémával is. Ami még nagyon fontos, hogy vizeletvizsgálatokat szoktunk végezni, ki kell zárjuk a húgyúti fertőzéseket, ki kell zárnunk a cukorbetegséget, ki kell zárnunk a diabetes insipidus lehetőségét, ami egy szintén egy hormonális betegség, ami sok pisiléssel és sok folyadékbevitellel jár, illetve egy ultrahangvizsgálatot szoktunk kérni alapból, megnézzük a veséket, megnézzük a húgyhólyagot, hogy milyen a maximális kapacitása a húgyhólyagnak, mennyi vizeletet tud tárolni, illetve ezt követően elküldjük a beteget pisin, és megnézzük, hogy maradt-e folyadék a hólyagba, hiszen hogyha tehát nem tudja, rendesen. Így van, igen. És mi van, hogyha minden negatív?
Hát, hogyha minden és negatív... mégis ugye a szülő minden reggel, vagy nagyon sokszor azzal szembesül, hogy neki ágyneműt kell cserélni. Hát ez egy nagyon nagy probléma, ugye ha minden negatív, akkor nekünk orvosoknak ezt el kell fogadnunk, hogy nem találtunk semmi, semmi organikusat, a szülőnek ezt nehezebb elfogadni. Ilyenkor szoktuk javasolni azt, hogy próbálják meg a pszichológiai vizsgálatot, nézzenek mélyebben utána, hogy nincs-e ilyen eltérés. Ugye az elsődleges vizelet, enurézis, a bevizelés, az általában újszülött kortól fölne. Szóval soha nem volt szóba tiszta gyermek. A másodlagos, az általában akkor egy 6 hónapos időtartamot követően jelenik meg, szóval 6 hónapig teljesen száraz és ágytiszta, a gyermek is utána jelenik meg az ismételten a bevizelés. Itt szóba jön a pszichológiai eltérés, és hát itt ugye a betegségek, cukorbetegség vagy bármilyen más betegség, de itt kell elkezdeni a pszichológiai irányba elmenni. Mennyire viselik nehezen ezt a problémát a gyerekek, a szülők? Ugye ilyenkor van az, hogy pisifoltos az ágynemű reggel, és akkor anyuka vagy éppen apuka elkezd kiabálni a gyerekkel, ami a legrosszabb, amit tehet. Így van, igen. Ez egy nagyon nehéz dolog a családnak is. Ez egy nagyon megterhelő azzal ébredni, hogy mindig probléma van. Nagyon nehéz. A gyermeknek is nagyon nehéz, bár nem mondják a gyermekek, de nagyon negatívan élik ezt meg, főleg, hogyha a szülő egy kicsit akarata ellenére is egy picit rászól, vagy rá kiabál. Ez nem szabad, ez a legrosszabb, amit tehetünk. Szóval mindig a pozitív megerősítés, a pozitív hozzáállás, az önbizalom növelése, ez a legeslegfontosabb ebben a korképes. Hát a család szeretet, ezek a legfontosabb. Nagyon szépen köszönjük, és tökéletes volt a végszó, mert ugye pozitív család lett a kicsengés, szeretet. A család szeretet és sok-sok mosoly, akkor napi mosoly rovatunk jön.